Hiszünk benned, hiszünk, hogy te vagy a királyok királya, uraknak az ura, aki halott voltál és föltámadtál, és nyilvánvalóvá tetted, hogy van és lesz feltámadás. Hogy ember által jött be a világba halál, és köszönjük neked, hogy te által pedig bejött a föltámadás, és a föltámadásba vetett reménység. És ez a reménység nem szégyenít meg. Ezért reménységgel járulunk mai napon is hozzád, a kegyelem királyi széke elé, és segítségül hívjuk a te nevedet, azt a csodálatos nevet, amit felhatalmaztál erővel és hatalommal, amely névre meghajol minden térd, a mennyekben, földön és a föld alatt is. Jézus Krisztus, ünnepelünk tégedet, és magasztalunk és dicsőítünk tégedet, mert te vagy az, aki lefegyverezted a halálnak halált és a pokolt, és megnyitottad a pokolnak a száját a föltámadásod által, hogy megáldjál bennünket, embereket, és köszönöm neked, Uram, hogy egyre több ember szólítasz meg, mint jó pásztor keresed azokat, akik elvesztek, mert te irgalmas Isten vagy, és Istennek a szeretetét hoztad el a földre, hogy megismerjék te benned, te általad, az atyának, az emberiség és a világ iránti szeretetét. Uram, az a kérésem, hogy minél többen ismerjenek meg tégedet, és szóljál a szívekhez, lelkekhez, és nyisd meg a szíveknek, lelkeknek a kapuit, és az érsz ajtóit is, Uram, és a lakatokat, zárakat törd le az ajtókról, hogy megnyíljon minden lélek, minden szív te előtted, mert te azt mondtad, Uram, hogy az ajtó előtt állsz, és zörgesz, és aki meghallja te hangodat, az megnyitja az ajtaját, és befogad tégedet. Uram, az a kérésem, hogy itten a teremben se a nézők, se a hallgatók között ne legyen egyetlen egy olyan lélek sem, amely a pokol felé vezető úton jár. Ha mégis van ilyen, Uram, adj kegyelmet, világosságot a szívükbe, elméjükben, hogy fölismerjék, hogy te vagy az üdvözítő, te vagy a szabadító, aki engesztelő áldozatodnak a vérével törlöd el a bűneinket, vétkeinket, és mosol meg bennünket, tisztítasz meg bennünket, hogy örök életet, üdvösséget nyerjünk. Köszönöm neked, Uram, a munkádat, és kérlek, hogy áld meg a jelenlevőket, Magyarországot, áld meg, Uram, mindazokat, akik őszinte szívbe hívják segítségül a te nevedet, hogy meg tudjad dicsőíteni a nevedet az életükben most és mindörökké a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Mondjuk közösen, hogy tisztelettel köszöntelek benneteket, a televízió nézőket is, a rádió hallgatókat is, mindenkit, aki valamilyen módon kapcsolatban van a mai Isten tiszteletünkre. Isten áldását kívánom mindenkire, és külön szeretném köszönteni azokat, akik először vesznek részt a Híd gyülekezetének az Isten tiszteletén. Kívánom, hogy az itt töltött idő áldás legyen számotokra, valamint köszöntöm külön azokat, akik külföldről érkeztek hozzánk. Őket is köszönöm, hogy megtapsoljátok. És szintén kívánom, hogy együtt Isten magasztalva, dicsérve erősödjön meg egymás közöttünk a krisztusi testvériség. Mert hiszünk, hogy Jézus azért jött. Miért jött? Mondjuk közösen. Hiszem, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy lerombolja az ördög minden munkáján, és engesztelő áldozatul adja magát az egész világért, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a mennyből alászállt kenyér, aki örök életet hozott, és megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és hiszem, hogy Názáreti Jézus az, aki a bűneimet megbocsátotta, és hiszek az ő vérében, hogy ebben a vérben van az új szövetség, megbékélés az élő Istennel. Mert Názáreti Jézus Krisztus Golgotai kereszt áldozata által lerombolta az ellenségeskedést, és megbékélést, kiegyezést hozott ember és Isten között, nemzet és nemzet között,
nemzetek és Izrael között. Ezért magasztalom, dicsérem, áldom őt szívemmel, lelkemmel, testemmel, most és mindörökké, a Názaret Jézus nevében. Ámen. Köszönöm szépen az együttműködéseteket, és kérlek benneteket, mielőtt helyet foglalnátok, a mellettetek levőket üdvözöljétek, köszöntsétek, és utána vegyétek elő a Bibliátokat. A mai Isten tiszteletünkön is nagyon sokan vannak itt, 3 napos óta tartjuk itt a Hitparkban az összeveteleket. A mai adásunkat is interneten is közvetítik, tehát ott is lehet nézni, illetve a Hit Rádiót is közvetíti, ott pedig lehet hallgatni. Várjuk továbbra is a kedves televízió nézőknek az észrevételeit, üzeneteit, imakéréseiket. A telefonszámunk a képernyőn látható lesz, de el is mondom, 061-432-27-es és 77-es számon hívható a Híd gyülekezetének a szerkesztése, szerkesztő irodája. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetéhez. Kísérletet teszek, hogy a Rómaiakhoz írt levél 11. fejezetében foglaltakat összefoglaljam. Eleve az egész fejezet egy nagyon tömör összefoglalása Krisztus utáni, mondanám az emberiség helyzetének, Izraelnek, nemzeteknek, illetve az egyháznak. Az Istennek az igéje, a Biblia az emberiséget 3 kategóriára sorolja fel, és a 3 kategória között természetesen vannak jelentős különbségek, de hála Istennek, hogy van egy egység a 3 között, legalábbis ez az egység, ha nem is érvényesül a mostani jelenkorban, de a reménységünk az, hogy érvényesülni fog, mert ennek az egységnek az alapja maga a názáreti Jézus Krisztus, a szegletkő. Nem könnyű a 11. fejezetet feldolgozni sokszor a keresztényeknek, mert nagyon sok történelmi értelmezések vannak forgalomban, amelyek eltérő módon értelmezik a 11. fejezetet. Az egyik legfontosabb, persze, amikor ezt mondom, mindig eszembe jut az, hogy különösen a Rómaiakhoz írt levél, az egy intellektuális csúcs teljesítménye, meg vagyok róla győződve, emberiség szellemi produkciójának, szellemi életének, de hát szinte semmit nem lehet kiemelni a Rómaiakhoz írt levélből, és különösen nem, hogy szembeállítani a többit. Mert a 11. fejezet az összefüggésben van az előző 10 fejezettel. És ennek egyik vezérfonala a Pál apostolnak az Izraelhez, nemzethez és az egyházhoz való viszonya. És szintén ezzel kapcsolatosan nagyon sok félreértések tapasztalhatóak. Úgyhogy kísérletet teszünk, esünk neki a Rómaiakhoz írt levél értelmezésének, illetve magyarázatának, mert meg vagyok róla győződve, hogy akiknek a Szentlélek ezzel kapcsolatosan ad világosságot, megértést, nagyon sok dolgot meg fognak érteni a múlttal kapcsolatosan, jelennel kapcsolatosan, és különösen a jövővel kapcsolatosan. Tehát szakaszonként fogom felolvasni Istennek az igéjét, és megállok, és próbálom értelmezni. Mondom tehát, elvetette Isten az ő népét, távol legyen, mert én izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin nemzetségéből való, nem vetette el az Isten az ő népét, amelyet eleve ismert, avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás illésről, amint könyörök Istenhez, Izrael ellen mondván. Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták. Csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint,
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből. Különben cselekedet nem volna többé cselekedet. Itt álljunk meg, tehát nézzük meg, miről van szó. Először is a levélnek az írását figyelembe kell venni, hogy amikor Pál apostol megírta ezt a levelet, már a korai egyházban, és itt ne felejtsétek el, hogy a korai egyháznak a jelentős része, a többsége zsidó háttérből jövő emberek. És látták a Krisztus föltámadása után, hogy milyen folyamatok zajlanak a világpolitikában, és ez milyen módon fogja érinteni a zsidóságot, Júdeát. És ahogy lehet látni, nyilvánvalóan Pál apostol ezért teszi fel a kérdést, hogy világos volt a keresztények számára, a zsidó keresztények számára, de nem csak ő számukra, hanem azok számára is, akik ismerték Mózesnek a proféciáit és a profétáknak az előrejelzéseit, hogy sajnálatos módon a zsidóságot egy nagy történelmi katasztrófa fogja érni, és a kor nagy változás előtt áll. Ekkor még hangsúlyozni szeretném, hogy nem történt meg Jeruzsálemnek a pusztulása, templomnak a pusztulása, Júdea, ugyan válságban volt, nagyon sok lázadás volt, de ebből már látták a Istenek az emberei, hogy néhány év van csak Júdea számára, zsidóság számára, és teljesen más kor jön, korszak jön a zsidóság számára, a nemzetek számára, és az egyház számára is. És a közt lehet következtetni, hogy a keresztény közéletben már benne volt a levegőben, hogy mi lesz a zsidóságnak a sorsa. Hogyan fog a zsidóság viszonyulni a nemzetekhez, hogyan fog a zsidóság viszonyulni az egyházhoz. És az egyik nagy kérdés az volt az elutasítás, hogy vajon, mert látták világosan, ugye Abcsel is ezzel fejeződik be, hogy Isten Izrael fiait véglegesen elutasítja az ő tervéből, és a jövőben nem fog Izrael a zsidóság szerepet játszani Izraelnek a tervébe? Valószínű, hogy azért tette föl ezt a kérdést Pál apostol, mert voltak már olyanok a korai egyházban, akik azt mondták, hogy igen, a engedetlenségek miatt az Izraelt el fogja utasítani Isten, és a Pál apostol ugye ezért tette fel azt a kérdést, hogy elutasítja Izrael, de Isten az előző történelmi előzmények miatt, és ez a fő kérdésre foglalkozik Pál apostol 11. fejezetben. Ezzel kapcsolatosan fejti ki a Szentlélek által a látását, és nagyon sok ószövetségi proféciát természetesen értelmez, és lefordítja a názáreti Jézus Krisztusnak a halála, föltámadása utáni változásokra, tehát figyelembe veszi azokat a változásokat, ami a názáreti Jézus Krisztusnak a halálával és föltámadásával bekövetkezett. Ez is mutatja, hogy a keresztényeknek feladatuk az, hogy a proféciák Isten igéje alapján és Isten munkája alapján a világpolitikai helyzetet értelmezzék. Tehát különösen a 11. fejezet tudja bizonyítani, hogy nagyon-nagyon távol vannak az igazságtól azok a keresztények, akik apolitikus magatartást tanúsítanak, ami nem azt jelenti, hogy a napi politikával kell foglalkozni, de a világ helyzetét igenis értelmezni kell, hogy Jézus is utal erre, hogy a kornak a szellemét, hogy milyen jelei vannak a kornak, vagy a korszak változásának, azt a keresztényeknek, vagy hívő embereknek, a zsidóknak és keresztényeknek egyaránt fel kell ismerni. És látjuk, hogy a történelmi tragédia előtt, 70 előtt, mert 70 előtt íródott ez a levél, Pál apostol békességet kívánt és igazságot kívánt szolgáltatni mindenkinek, hogy a bekövetkező tragédiát helyesen dolgozzák fel, értelmezzék, és ne okozzon az káoszt, mert újra ismétlem, az egyháznak jelentős része zsidó hátterű hívőkből állt. Tehát Pál apostol a kérdésre határozott választ ad, azt, hogy nem utasította el Isten Izraelt.
erre két cáfolatot, tehát az elutasítás elméletére két cáfolatot hoz fel Pál apostol, először is saját magát. Azt mondja, én is izraelita vagyok. Itt is álljunk meg egy pillanatra. Ugye a Pál apostolt keresztények is, és zsidó barátaink is félre ismerik, mert Pál apostolral kapcsolatos az a történelmi előítélet van közszájon, hogy ki keresztelkedett Pál. Ez egy élő bizonyítéka annak, a 11. fejezet, hogy soha nem keresztelkedett ki Pál apostol. Minek határozza meg az identitását? Hogy izraelita vagyok én is, és Benjamin törzséből származó zsidó vagyok. Ugye Benjamin törzse az egy... Mindegyiket szerette Isten, de Benjamin törzse, gondoljatok Jákob és Benjaminnak a viszonyára, ez egy kedvenc törzs volt Izraelen belül is, mert a Jákobnak, Izraelnek a viszonyulását a Benjaminhoz az az utókor is őrizte, és így viszonyultak a benyamitákhoz. Tehát Pál apostol ezt büszkén említi, hát hiszen ő is izraelita volt, tehát itt semmiféleképpen nem kikeresztelkedésről van szó, mint ahogy esetleg a zsidó barátaink is értelmezik, hogy megszűnt Pál apostolnak a zsidósága, és ezt örömmel fogadják el, és fogadták be a keresztények is, hogy persze ott hagyta a zsidóságot, és olyan módon hozzánk tartozik. De látjátok, Pál apostol nem így határozza meg az identitását, hanem az első meghatározása, majd látjuk, hogy még egy definíció jön Pál apostolnak az identitására a 11. fejezetben, hogy az első meghatározása, hogy izraelita vagyok. Tehát itt a kérdés, ami mai napig is, főleg Izraelben nagy belpolitikai problémát és feszültséget vált ki, de minden világban mindenhol, hogy lehet-e egy zsidó ember, aki hisz Jézus Krisztusba, továbbra is izraelita? Nyilvánvalóan, ha a rómaiakhoz írt levél 11. fejezete alapján a válasz az, hogy igen, nem az etnikai identitását hagyja ott, hanem zsidó marad, de a názáreti Jézus Krisztusban, az Isten országának az evangéliumában hisz, de nem csak hisz Pál esetében, hanem hirdette is a római birodalomnak szinte minden provinciáiba, és nagy szerepet játszott abban, hogy Európát bevonta a keresztény kinyilatkoztatás, illetve zsidó keresztény kinyilatkoztatásnak a körébe, és ennek alapján, vagy ezen alapul nyilván más eleme is vannak az európai kultúrának, de mi természetesen főleg ezt a tradíciót, ezt a szellemi örökséget, ami örök örökség és élő örökség, ezt hangsúlyozzuk, és ennek az áthagyományozását tűzzük a zászlónkra. Következő bizonyíték a Pál apostolnak nem végletlenül, és itt látod, hogy a Szent Szellem milyen bölcs, hogy azonnal egy paradigmát, ős mintára utal, és nem véletlenül, hogy ez választotta ki a Szentlélek Pál apostolon keresztül, Illés prófétát, aki Izraelnek a prófétája volt, és az asszír fogság, az asszír deportálás előtt végezte a munkáját, szolgálatát, tevékenységét Akhábnak és Jézabelnek az idejében. És rendkívül nehéz időszak volt, mert apostáziának a korszaka volt már Izraelben, és megpecsételődött Izraelnek a sorsa, hogy diaszporába kerül, az asszír fogságba kerül, és ebből is lehet látni, hogy Pál apostolnak éles politikai látása volt. Tudta nagyon jól, hogy megkezdődik a zsidóságnak a nagy számüzetési kora, és ezzel a párhuzammal élt, és ezért adott az ős mintából reménységet a nemzetének, meg a keresztényeket is akarta, nyilván a nemzeti háttérből jövő keresztényeknek is akart ezzel kapcsolatosan látást adni, hogy Illés, aki ebben az időben képviselte az igaz Istennek az imádását, és visszaszerette volna téríteni Izraelnek a fiait az élő Istenhez, ő üldöztetés alatt volt, mert akkoriban megölték a proféták, a Akháb Jézabel által, valamint az Istennek a tiszteletét teljesen lerombolták, és behozták a Baálnak a tiszteletét. Itt egy röviden csak annyit mondok a Baálról,
hogy ez továbbra is aktuális Isten, ez a mai Európának és Egyesült Államoknak is a fő istene, ez a termékenységnek, a bővülködésnek az istene, és aminek gyermek áldozatokat is hoztak, különösen a föníciai és a moabi változata. Nagyon kemény, kegyetlen, nincs arra időnk, hogy a Baálnak a kultuszát elemezzük, és nagyon sokan ugye kapcsolatba hozzák az abortussal, hogy az abortusz a gyerekeknek a föláldozása ma az embereknek a materialista jólétéért történik, bővölködésért történik, és ez ugyan rituálisan nem jelenik meg ma így civilizált kultúrában a Baál istenének az imádása, de gyakorlatilag pragmatizmus szempontjából az embereknek a döntő többsége, még a keresztényekre igaz is, Baál istenét imádják. Hogy ez mennyire így van, arra ugye látjuk az utolsó időkben, például Ezékiel 20. fejezetében, amikor majd a történelemnek, korszaknak a végén Izrael visszatér Istenhez, akkor mondja Isten szelleme nekik, hogy többet nem fogjátok Baált imádni. Tehát ebből is lehet látni, hogy a Baál imádása különböző formákban, tehát egy reform formában is folytatódik végig egész történelemben, egészen Bábeltől, Babilontól a napjainkig. Úgyhogy neked is el kell döntened a mai korban, az apostázia korszakában, mert az apostáziának az egyik fő mozgató ereje pontosan a Baál kultusza volt, a termékenység istene, és a termékenységeket szolgálta a szexorgiák, termékenységet szolgálták a gyerekeknek a föláldozása, és így tovább, és a materializmus, a luxus függőség, tehát amit a föníciaiak tökélyre vittek, és a szkömcidos országok is ezt magukévá tették, voltak különbségek, változások, ahogy különböző helyeken a Baált imádták, de nem csak itt imádásról van szó, hanem életvezetés, életmódnak a kialakítását határozta meg a Baál. A rituális, vallásos része elmaradt a történelem során, de az életmód, életvezetés az megmaradt, és leginkább Európában látható a Baál istenének az imádása. Visszatérve tehát, itt is látjuk a párhuzamot, a Baál kultusza, amikor erős, a materista jólét föl van magasztalva, mint a fő életcél és az emberi tevékenység központját képezi, akkor sajnálatos módon mindig apostáziáról van szó, elszakadnak az emberek az élő Istentől, és a materiális földi dolgokat magasztalnak föl, és olyan jelentőséget tulajdonítanak a földi dolgoknak, amelyel nem rendelkeznek, és ilyen módon az emberek csapdák sorozatán evickélnek át a földi életidő tartamukon. Tehát Illés ennek a kornak a profétája volt, nem hittek az Izrael fiai nekik, ő azt gondolta, hogy egyedül maradt ebben az üzenetben, és ugye itt van a isteni feleletről van szó, hogy Isten megengedett, illetve megtartott 7000 embert, akik elfordultak a Baáltól, és ragaszkodtak Izraelnek az Istenéhez. És itt jön be egy nagyon alapvető igazság a Biblia Istenéről, az Istenek a szuverenitása. Amit sajnálatos módon szintén el lehet mondani, hogy nagyon kevés ember tiszteli az Istennek a szuverenitását, ami azt jelenti, hogy Isten azt akar, amit ő eldönt. Tehát az emberek nem tudják befolyásolni, nyilván akik jó kapcsolatban vannak vele, ott van egy együttműködés, de ezt hagyjuk figyelembe őven kívül. Tehát az Istennek a szuverenitását a választás, a kiválasztás határozza meg. Az a záloga, hogy ő mindig nem az embereknek a cselekedete alapján választja ki az embereket, hanem eleve kiválasztja az embereket, és így jön be, hogy annak ellenére, hogy Illés korában az Izrael lakosságnak a többsége Baál fele fordult, de mégis volt maradék. Hogyan volt maradék? Az Isten szuverenitása alapján, hogy kegyelemből, mert a szuverenitás és a kegyelem összefüggésbe áll egymással. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten jó kedvéből választ. Azt mondja, kiválaszt 500 000 emberből 7000 embert, akiről azt mondja, hogy maradék. Ugyanezt mondja Pál apostol, hogy most is van maradék, és erre ugye mondtuk, hogy erre ő az egyik legjobb példa,
hogy őt is Isten kegyelem alapján választotta ki, és az egész Pál apostolnak a élettörténete pontosan ezt illusztrálja, mert Pál apostol mindent akart, ami is Jézus Krisztus ellenes, az evangélium ellen harcolt, de végül is mégse az evangélium ellen harcosként, vagy Isten ellen harcosként fejezte a földi pályafutását. Miért nem? Mert Isten szuverenitása érvényesült az életében, tehát ami az emberektől és a teremtett világtól és minden teremtett dologtól és angyaloktól független és önálló. Tehát, hogy Pál apostolt az örökké valóságba kiválasztotta Isten, hogy az ő apostola legyen. És bármely ellenkező irányba ment az élete, de mégis vezette Isten az evangéliumba, a krédóba, és betöltötte a földi életében az elhívását, mert ő tisztelte előtte is az Isten mindenhatóságát, Isten szuverenitását, csak félreértette az Isten szuverenitását és az Istennek a személyére vonatkozó tervét. Tehát ez egy rendkívül fontos alapelv, amit Isten Mózesnek mondott, hogy könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Rengeteg olyan igehelyet kapunk, látunk a Bibliában, hogy ember, ki vagy te, hogy versengsz az Istennel. Ha valakiket Isten a irgalom edénynek teremtett, másokat a harag edénynek teremtett, hát nem szólhat semmit sem, mindenhogyan meghatároz bennünket, miért? Mert Isten szuverenitása érvényesül minden embernek a sorsába. Ez mire kell, hogy az embert ösztönözön? Az Isten tiszteletére és az Istennek való alárendeltségre, hogy az Istennek az uralmát az ember befogadja, hogy ilyen módon ne menjen az ember szembe az Istennel, ne harcoljon a földi életébe Isten ellen, mert úgysem tud sikeres lenni az Isten elleni harcban. Ezért, mivel hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, mert az Isten maga az igazság, ezért jobb megbékülni az élő Istennel, és a megbékélésnek az evangéliumát pedig a názáreti Jézus Krisztus által kínálja föl minden teremtménynek. Tehát bármennyire is úgy neveltek, hogy gyűlöld a kereszténységet, bármennyire is úgy neveltek, hogy gyűlöld Jézus Krisztus, és ezzel kapcsolatos ideológiákkal eszmékkel tömték be fejedet, ennek ellenére az Úrnak a megbékélési programja érvényes rád. Ki akar békíteni Isten a názáreti Jézus Krisztussal, Jézus Krisztus által, az Atyával, hogy ne Isten ellenségeként éljél, hanem Istennek a gyermeke legyél, az ő fia, a názáreti Jézus Krisztus által. Tehát, visszatérve a 11. fejezethez, tehát kegyelem által való választás szerint van a maradék, 5. verszakban is itt álljunk meg, mert a maradék szintén véghúzódik az egész Bibliában, mint fogalom. A maradék alatt nem a túlélét kell csak csupán érteni, hanem a maradék alatt azokat a zsidókat kell érteni, akik egyszerre megtestesítik a nemzeti és a spirituális Izraelt. A nemzeti és a spirituális Izraelt. Nincs idő erre is a Bibliának egy rendkívül nagy témája, hogy nem mindenki, aki Ábrahámtól származik, vagy Izraeltől származik, izraelita. A szétvált a történelem során a spirituális és a nemzeti Izrael. De mindig volt minden korban, hogy olyan része a zsidóságnak, amely a nemzeti és a spirituális Izraelt is hordozta saját magában. És mindig azt látjuk a történelmi ítéletek során, hogy ez számít szent maradéknak. Ide tartoztak a proféták, ide tartozott Illés, ide tartozott a 7000 ember, és ide tartozott Pál apostol is, ide tartoztak nagyon sokan, és ide fognak tartozni a jövőben is. Tehát mindig az Izrael, még egy félreértésre hadd hívjak fel a figyelmet. Elterjedt a keresztény világban, hogy a szellemi Izrael az egyház. Ezt felejtsd el, nincs idő arra, hogy megcáfoljam a különböző ige helyek alapján, hogy ez mennyire téves. Az Izrael, a szellemi Izrael Izraelre vonatkozik. Az egyház, egyház. A kettőt ne keverd össze. A szellemi Izrael és a nemzeti Izraelt akarja Isten egyesíteni. Ez áll a tervében, és ezért van szükség arra, hogy Istennek a embere, a mesiás megtegye azt, hogy fölemelje az Izraelt, és ennek a történelmi ellentmondását föloldja,
és elfogadja természetesen, elfogadják a választottak. De egyezünk meg azzal, tudom, hogy sokakban nagyon, ezzel kapcsolatosan nagyon sok előítélet van, mert szívesen egyes azonosítják magukat a szellemi Izraellel, de újra mondom, az egyháznak olyan kiváló nevet adott a Biblia, eklézia kifejezéssel, hogy kihívottaknak a közössége, hogy ennél jobb kifejezést nem fogsz találni az egyházra vonatkozóan. Másik dolog pedig, hogy értsétek meg, hogy vannak olyan zsidók, akik csak nemzeti értelemben zsidók, most az új szövetség értelemben, de igazából ez Ószövetségben is megvan. Nem véletlenül, hogy a Béliál fiairól állandóan utalás történik, hogy a Béliál fiaira ki a jellemző, akik elfordultak a szellemi Izraeltől, tehát Izraelnek a szellemi arculatától. Mert meg kell érteni, és ez a nehéz megértése, hogy nem, az Izrael eredendően, ha az Isten tervébe van, egyszerre etnikai közösség és egyszerre spirituális közösség. De amikor a szövetségtől elszakad, akkor marad nemzeti közösség, és a spirituális identitása háttérbe szorul. De minden történelmi korban voltak olyan emberek, akik nem engedték, hogy a spirituális identitása a zsidóságnak háttérbe szoruljon, és küzdöttek, harcoltak, többnyire a proféták voltak, és nagyon nagy viták alakultak ki a két ágazat között, és többnyire, mivel hogy kisebbségben voltak az Isten szent emberei, a rövidebbet húzták, tehát többnyire áldozatok lettek, de arról van szó, hogy mégis volt mindig maradék, és lesz a jövőben is maradék, ezt vegyed figyelembe, tehát ez nem az egyházra vonatkozik, és Pál apostol a különböző ige helyeken, tudom, hogy milyen értelmezések vannak ezeken az ige helyeken, többnyire pontosan erre utal, és a zsidóság, a zsidó keresztényeknek, meg a zsidóságnak akarja megmagyarázni, hogy a zsidó embernek spirituálisnak is kell lenni, a spirituális zsidók ezt mindig hangsúlyozzák, de soha nem mondják, hogy az etnikai zsidó identitásodat add föl, hanem az etnikai identitásodat töltsd be spirituális értékekkel, ez pedig csak akkor történhet meg, hogy az Istennel való szövetségben élnek. Tehát ez egy hatalmas nagy történelmi vita, el szeretném mondani. Nem tudunk belemenni a részleteibe, és azt gondolom, hogy hetekig, hónapokig lehet ezzel kapcsolatosan kérdéseket, meg megválaszolatlan kérdéseket is feltenni ezzel kapcsolatosan, mert nem lezár történet. Ez csak a jövő időben fogja Isten feloldani. De egyben lehet biztos, hogy volt mindig, és lesz a jövőben is maradék. Még úgy is igaz történelmi vonatkozásban, hogy a tíz törzsből, akiket az asszírok elhurcoltak Asszíriában, Ninive környékén telepítettek le, akik Izrael fiai között sokan átmentek Judeába, és csatlakoztak a Júda törzséhez, mert látták, hogy így el lehet kerülni az asszír fogságot. De ez kisebbség volt természetesen, és ezért igaz ez az állítás, hogy a történelem viharaiban ez a tíz törzs eltűnt, és ez a történelemnek egy nagy rejtélye, hogy hol vannak, és mikor fognak felbukkanni a felszínre. Ez is megválaszolatlan kérdés, és igazából addig ezeket a kérdéseket pontosan, precízen nem tudjuk megválaszolni. Csak nagy vonalakban tudjuk ezeket fölvázolni. De a mai akár világpolitika, akár vallási kereszténység és a judaizmus, iszlám és a judaizmus és a keresztények közötti teológiai vitáknak a kardinális részét képezi. Akik ezen a területen képezik magukat, rengeteg civilizációs alapproblémára érzékenyek lesznek, nem tudják megoldani, mert a mesiás fogja megoldani, de érzékenységet hoz létre, és ezzel kapcsolatosan ki tudsz fejleszteni magadban egy helyes, Isten igényének megfelelő viszonyulást az egyház felé, a nemzetek felé, és természetesen Izrael felé, hogy ott konkrétan most milyen folyamatokat cselekszik az Isten. Nehogy azt gondolt, hogy Isten elhagyta a történelmet. Mi olyan különleges korban élünk, hogy egyre inkább jön be az Istennek a jelenléte, Istennek az igazsága, az előrejelzései Istennek a történelemben, és ezért ma spirituális szempontból nagyon izgalmas az élet, nagyon intenzív az élet, valóban meg kell tanulnod, hogy,
hogy egész életed végig, amíg a Földön vagy, tanuljál, mert állandóan változások vannak, és ezeket a változásokat állandóan értelmezni kell, hogy az alapvető igazságokba be tudjad illeszteni a változásokat. És sokszor a bennünk kialakult képet is meg kell változtatni, mert olyan meglepetésszerű változások történnek, amelyek felülírják az eddigi ezzel kapcsolatos bibliai értelmezésünket. Világos? Ma ez egyik legcsodálatosabb része a kereszténységnek, és én nagyon sokat köszönhetek annak, ennek a témának, hogy állandóan frissen tartja a szellememet az élő Isten felé, hogy nem enged az Isten ilyen módon elaludni a vele való kapcsolatban, mert mindig akad nem csak a szellemi életem vagy a lelki életem miatt, hanem látok olyan fejleményeket, amelyek újra kihívást jelentenek számomra, hogy megbirkozzak azzal, hogy na most Isten igéje alapján ez hová lehet elhelyezni. És nem azt mondom, hogy minden, hogy tudok minden választ, szó sincs erről, de az irányvonal a lényeg, hogy milyen irányvonalban haladunk. Mivel összhangban gondolkodunk és alakítjuk az életformánkat, és mivel szembe alakítjuk ki az életformánkat, a választásainkat, döntéseinket. Ez a korszaknak a végén kulcsfontosságú minden ember számára, és különösen azok számára, akik Isten igéjét ismerik és tanulmányozzák. Tehát tovább folytatjuk, még a kegyelem és a cselekedetekről, annyit röviden, hogy ugye a kegyelem és a cselekedet egymást kizárja. Miért? Mert a cselekedetet, ha teszel, most nyilván olyan úgynevezett érdemszerző cselekedetekkel foglalkozik Pál apostol, tehát aminek van morális és szellemi értéke. Azt mondja Pál apostol, hogyha ez szerint lenne a kiválasztás, akkor nem lenne kegyelem. Mert a cselekedet az mindig Isten tartozásba hozza, tehát hogyha én valami olyan tudnék tenni Istennek, ami az Istennek az ügyét előmozdítja, saját magam képességeiből, erejéből, akkor nekem Isten adósom lenne. És ilyen módon meg fog jutalmazni. De a megjutalmazása bér szerint van. Mert ahogy a természetes életben, ha van egy munkavállalót, elvégzi a munkát, akkor kifizeted a munkabérét. Nem kegyelemből, nem jó szándékodból fizeted ki, örömből fizeted ki, hanem egyszerűen szükségszerűségből elvégezte a feladatot. És a szerződésben foglaltakat be kell töltened, mert kötelezettséged van a munkavállalóval kapcsolatosan. Tehát itt szó nincs a gazdasági viszonyban kegyelemről. A kegyelemről akkor beszélünk, amikor az ember nem a munkája vagy a teljesítménye alapján kapja a tiszteletet, az áldást, a javakat, hanem nekem van jó kedvem, és eltekintek attól, hogy milyen munkád végez, egyszerűen adok neki egy autót. Erre várhatsz. Tehát nem azért, mert kiérdemelte, hanem egyszerűen olyan kedvem lett a személlyel kapcsolatosan, hogy ingyen, érdemtelenül megajándékozunk egy embert. No, Isten így viszonyul az emberhez. Tehát, hogy semmi olyan dolgot nem tudunk tenni, amely által mi Istennek az adósává válunk. Mert semmi olyan jó cselekedeteket nem tudunk tenni, amiben már ne munkálkodott volna bennünk Isten. Minden jó és igaz cselekedetünk az a bennünk zajló Isten munkájának a manifestációja, megnyilvánulása, és ezért elsősorban az isteni a dicsőség. Nekünk csak annyi, hogy engedelmeskedtünk. Hit által, nem félelemből, hanem hit által. A hitben nincs félelem. A hit az egy szabadságnak a hordozója, ami szellemi igazság, szellem a hit igazából, és ebből a szellemből megtesszük azt, mert van egy látásunk, fölismerésünk, hogy ember, mit van, van olyan, amit ne kaptál volna? Hát itt jóra gondolok, semmi nincs olyan, amit ne úgy kaptunk volna. Tehát mivel, hogy jó az egészségünk, az életünk, stb., de nincs arra idő, hogy felsoroljuk. A lényeg az,
hogy egyetlen egy, mi vagyunk Istennek az adósai. És mit kér Isten, hogy ezt az adósságot mi csinál, hogyan törlesszük? Nem kívánja, hogy törlesszük, csak egyet kér. Mondjad azt Istennek, hogy dicsőség neked, Uram. Köszönöm. 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 Hála. Hála. Köszönöm. Áldott vagy, Uram. Mindent neked köszönök. Olyan nehéz, megkeseredett embereknek ezt kimondani, hogy köszönöm. De értsd meg, az Istennel való kapcsolat teremtésnél ez elengedhetetlenül fontos, és csak olyanokkal tudnak, tud Isten jó minőségi közösséget tartani, akik tudnak Istennek köszönetet mondani, és hálával tudnak viszonyulni az élő Istenhez. Tehát a kegyelem ilyen. Így kaptuk a kegyelmet Jézus Krisztustól, a megigazulás, a bűnbocsánat, a Szentlélek, minden Istennek a kegyelme, ennek a megnyilvánulása és a kiválasztás különösen. Tehát nem érdem alapján választ ki az Úr, nem úgy van, hogy az Úr nézi le a mennyből, és nézi az embereket, hogy milyen kiválóak, milyen kiváló tehetségek vannak, mert mindenkinek Isten adta a tehetséget. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy sokszor ezzel ellentétes a választása. A nemteleneket, a nyomorultakat, a szerencsétleneket váltja, a senkiket választja ki azért, hogy a valakiket megszégyenítse. Nyilvánvalóan ez a történelemben így lesz. Vagy ahogy Mária mondja, hogy a kevélyeket, és akik ledönti a trónjáról, és az alázatosokat, tehát akik alul vannak, azokat meg fölemeli. Figyeld meg, a történelem tele van ilyen, hogy mondjam, mély szántással. Tehát, hogy ami a mélybe van, az fölforgatja Isten. Sajnos 20. században nem mindig sikerül ez a fölforgatás, de mert nem az az Istennek a célja az, hogy most egy tökéletes dolgot hozzon létre, mert ebből a világban nem lehet tökéletes dolgot létrehozni. Ennek a mélye is rossz, meg a felszíne is rossz. De néha a felszín, ami fönn van, az annyira romlott, hogy az Isten az ekével lenyúl a történelemben, és fölforgatja a társadalmakat, és ami alul van, azokat fölhozza, és azokból csinál uralkodókat, vezetőket, gazdag embereket, amit hát látjuk, ezt átértük meg, éljük át a 20. században is, és a 21. században is. És mi történik a történelemben? Csak az, amit Isten elmondott a nemzetek bánásmódjával kapcsolatosan, hogy amikor már úgy nagyon elszállnak, akkor az Úr a nemzeteknek a szántóföldjére ráküldi a mélyszántást, és fölforgatja a társadalmakat. Hagyja, hogy fölforogjon, és az alul jövő emberek fölemelkedjenek. Így van ez a gazdasági válság esetében, így van a politikai válság esetében, vallásoknak, a egyházaknak a válságának esetében is. Ma ugye nagyon sokan nem értik, hogy az Úr például most az egyházakat forgatja föl. Bizonyos egyházakkal kapcsolatosan csak az államhatalom próbál erőfeszítéseket tenni, hogy valahogyan fönntartsa őket, de viszont látjuk világméretekben, hogy teljesen más irányba megy Istennek a munkája. Nincs a kettő köszönő viszonyba. De ugye nagy bátorság kell ahhoz, hogy most az emberi, vagy a világ elitjének, vagy nem elitjének, vagy nemzeti elitnek a politikai irányvonalát veszem elsősorban figyelembe, vagy pedig a természetfölöttire figyelek, hogy mi az Istenek által meghatározott irányvonal. Én az utóbbihez igazodok. Tovább, 7. verszak. Micsoda tehát, amit Izrael keres nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek? Amint megvan írva, Isten kábultságnak a szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg a szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkora görbítsd meg. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak-e meg, hogy elessenek, távol legyen, hanem az ő esetük folytán lett az üdvösség a nemzeteké, hogy ők felingereltessenek.
Ha pedig az ő elesésük, vagy melléfogásuk a világnak a gazdagsága, az ő veszteségük, vagy kudarcuk a nemzetek gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük. Mert nektek mondom, nemzeteknek, amennyiben hát én a nemzetek apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, ha ugyan felingerelhetném az én atyám fiait, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert az ő elvettésük, a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem a élet a halálból. Eddig. Tehát, 7. verszak, hogy ugye Izrael egészen Ábrahámtól, illetve az Exodus kivonulás, Exodustól Isten kereste. Tehát itt pontosan újra illusztrálja, hogy cselekedeteken alapult az Isten keresése, Pál így értelmezze. De a cselekedetek nem érték el a célt. Viszont a választottak esetében megvalósult a cél. Mert mi volt a cél? A Mesiásnak a fölismerése, a Mesiásnak az elfogadása, a Mesiással való ilyen módon a közösségbe való kerülése. Ezt mondja Pál apostol, hogy ezt kegyelemből adatott, a zsidók közül azok ismerték meg, akiket Isten szuverén módon kiválasztott, de a nemzeteknek a többsége, a nemzetüknek a többsége ebből kimaradt. Nem találta meg, miért? Más helyeken ugye, hogy mondja pont a rómaiakhoz itt levél, mert a saját igazságukat érvényesítették Isten igazságával szemben. Mi az, hogy saját igazság és Isten igazsága? Milyen ellentét van a kettő között? Isten igazsága a Mesiás. Ő mondja, hogy én vagyok az igazság, én vagyok az út. Az embernek az igazsága pedig a törvénynek a betöltése. És az ember megtartja, hogy ne paráználkodjon, ne lopjon, akkor az ember úgy érzi, hogy van igazsága. De erre utal Pál apostol, hogy ezzel a saját igazságával az ember nem találja meg a Mesiást, mert a Mesiás az atyának a kegyelmi ajándéka, ahova annak, akinek a megismeréséhez, vagy akár a hozzávaló megtéréshez semmi szerepe nincs az emberi cselekedetnek, hanem csak az Isten választásának, kegyelmének, hogy kegyelemből kiválaszt az embert arra, hogy közössége legyen a názáreti Jézus Krisztussal. Eklézsia, ne felejtsétek el, ennek a ez egész közösség kegyelem alapon álló közösséget, spirituális közösséget jelent. És erre utal Pál apostol, hogy Izrael fiai a saját igazságukkal, tehát előző fejezetből idézem a Pálnak ezt a kifejezését, nem nyerték meg, amit kerestek, viszont a választottak megnyerték, és itt jön be újra egy kulcsfogalom, hogy a többség, a magyar úgy adja, hogy megkeményítették, de talán szerencsésebb az érzéktelenítése, hogy érzéktelenítette őket Isten, nyilvánvalóan nem az emberi sorsra való érzéketlenségről van szó, hanem egyfajta transzcendens érzéketlenségről van szó, amely különösen a Mesiásnak a személyére, illetve a Mesiásnak a kilétére vonatkozik, hogy ezzel kapcsolatosan a Mesiás, hogy hogyan jelent meg, és mi az első eljövetelének a feladatköre, és kitöltötte ezt be, megtörtént-e a betöltése, vagy nem történt meg a betöltése, ennek a felismerésével kapcsolatosan érvényes ez az érzéktelenítés, tehát hogy érzéktelenítette nyilvánvalóan a szellemüket, és ez nem keresztény ideológia, meg nem Pálnak a koholmánya, hanem azonnal utal Pál apostol azokra a zsidó szentekre, profétákra, akik jó előre ezt megprofétálták. Ugye Izajás profétánál legalább kettő ilyen kijelentés van, a Izajás 6-ban, meg a 29 fejezetben, hogy a kábultságnak a szellemét, tehát egy hibernált állapotról van szó, tehát nem az, hogy a teljesítőképességüket elveszítik, hanem az Istennel való közösség teremtése a Mesiás által, tehát Jézus Krisztus által, erre vonatkozik ez a kifejezés, tehát semmiféleképpen nem szabad ezt a kifejezést abszolutizálni, általánosítani, mert továbbra is
a zsidóság kiváló képességekkel, zseniális, mondanám, képességekkel rendelkeznek, de itt a mesiás megismeréséről és felismeréséről van tehát szó, hogy ezzel kapcsolatosan a proféták, Izajás proféta is, és maga a királyuk, Dávid király is előre jelezte, hogy a vallásuk, mert az asztalluk törré lesz, az a közösséget jelenti, tehát az Istennel való közösségük, tehát az Isten félős félelem és az Istennek a szeretete, az egyfajta tör, csapda, botránkozás és megfizetés, megtorlás, az egy kemény kifejezés, de a görög finomabban fejezi ki magát, a visszafizetés, de hogy Isten így fizeti vissza azokat a történelmi peres ügyeket, amit nem tudott elrendezni se Izraellel, se Judea törzsével, tehát nem rendeződött el se a babiloni fogsággal, se az aszír fogsággal, hanem továbbra is fennáll a peres eljárás, és amikor peres eljárás van, tudjátok, végrehajtókat küldenek ki az emberre, és azok bizonyos jogaitól vagy javaitól megfosszák. És itt úgy tulajdonképpen erre utal Pál apostol, hogy bizonyos javakat, a legnagyobb kincsre kapcsolatosan érzéketlenné váltak, és ez a kincs átkerült egy nemzetközi szintre. Mert előtte kifejezetten kizárólagos zsidó tulajdonban volt a mesiás dolog. A fogányok nem foglalkoztak a mesiással. Jó, Vergilius versét szokták mondani, de arra most nem mondjuk, ne foglalkozzunk. De nyilván a zsidó kultúrának nagyon, a Rómában is nagyon képzett, nagyon művelt zsidók éltek, tehát nagyon nehéz cáfolni azt, hogy a Rómában a romanizált zsidóság és gazdag zsidóság ne lett volna hatással akár a római gondolkozásra, költészetre, mert mindenhol hatással voltak a nemzetek kultúrájára, Babilonra is hatással volt, tehát ezt nem lehet cáfolni. Meg ahogy ismerjük, az életszerűnek minősül, hogy nyilván a római kultúrára, maga a városnak a kultúrájára igenis hatással voltak, mert hosszú ideig nem gettóba éltek ott, hanem benne voltak a városnak a közéletében. De nem a Vergiliusnak a költészete a témánk. Tehát keménynek tűnik ez a két idézet, amit mond Pál apostol, de Pál apostol mentségére hadd mondjam. Ő csak egyet csinál. Az Izajás profétából és a Zsoltárból előveszi azokat a proféciákat, amelyek előre jelezték, hogy a zsidó népnek a sorsába egy nagyon tragikus fordulat fog beállni. Amikor úgy mondom, cserepadra kerülnek. Most figyeljetek ide, ő tervből beszélek, mert hogy félreértést legyen. Tehát ami azt jelenti, hogy ez is azt jelenti, hogy mindig is az Isten szuverén választása szerint az Úr ki választ népet vagy embereket ebből a közösségből, és világosságot, kijelentést kapnak a mesiásnak a megismerésével kapcsolatosan. Tudom, hogy nagyon kényes téma, de az egész világ egy olyan helyzetet produkált, hogy maga a téma is kényes, és azt gondolom, hogy jobb, hogyha ezt a kérdést nem teológiai analfabéták akarják értelmezni, hanem olyan emberek, akik a Bibliát, meg az ezekkel kapcsolatos ősi tényeket figyelembe veszik. Ha most kérdezem, miért te azt gondolod, hogy te az vagy? Nem gondolok semmit, csak elmondom azt, amilyen világosságon van ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és én nagyon is elkötelezett vagyok a zsidósággal kapcsolatosan, de egyszerűen a történelmi sorsuknak az értelmezése az egy olyan kiáltó szükség, amivel szemben azt gondolom, tisztességes emberek ne dugják be a fejüket a homokba, mert erre meg kell válaszolni, hogy ez most hogy van teológiailag, történelmileg, stb. Mert ezek pontosan olyan igazságok, amely egy csomó pontjai az életnek, az élet minden területének a megoldatlan problémái össze vannak csomósodva, amit egyelőre senki nem vágott ketté. De az értelmezés az egy nagyon fontos dolog, hogy a folyamot, az irányvonalat lássuk,
és el kell mondanom előre a végterméket, amit szeretnék elérni, hogy semmiféleképpen ne harcoljál a modern Izrael ellen. Tehát a Dávid Zsoltáránál voltunk, és a 11. verszakban ugye nagyon nagy kérdést tesz fel a Pál apostol, és itt árnyalja a dolgokat, mert ugye két kérdést tesz fel, hogy vagy elesésről beszélünk, vagy pedig botlásról beszélünk. Mi a kettő között a különbség? Ha elesésről van szó, akkor pusztulás lesz. Tehát megszűnik a nemzet. Ha botlásról van szó, az csak egy irány tévedéssel, hogy mellé fog az ember, téved, a történelmi tévedést tesz meg, ami nem azonos a történelmi bűnnel. És itt van ugye a keresztény antiszemitizmus, hogy ők az elesésből indulnak ki, hogy a történelem során Jézus Krisztussal áll összefüggésbe, hozzák összefüggésbe, hogy a zsidóság elesett. Pál apostol azt mondja, nem elesésről van szó. Az eredeti kifejezés az tévedésre utal, melléfogásról van szó. És tartsa fel a kezét, aki az életében soha nem tévedett. Tudjuk, hogy van ilyen a római pápa, de hát ezt, ugye ezt a dogmát tiszteletben tartjuk, de tudjuk, hogy nem sok köze van a valósághoz. Tehát nincs olyan ember, aki ne tévedett volna. Egyetlen egy olyan ember van, Jézus Krisztus, aki hitünk szerint nem tévedett. De mindenki tévedett. A kereszténység legalább akkorát tévedett a történelem során, de az én személyes vélemény, de nem kell ezt elfogadnod, csak bátorkodok megjegyezni, hogy a kereszténység nagyobb tévedést hozott a történelem során, mint a történelmi, tehát nem a mostani Izrael, hanem a názáreti Jézus Krisztus korabeli Izrael. Ez az álláspontom. De nem kell elfogadnod. Kutassál, keressél, hogy ez meg van-e valóság alapja. Tehát a válasz az, botlásról van szó, melléfogásról van szó, tévedésről van szó. Ez az első, amit jegyez meg, hogy nemzeti szinten van egy tévedés. De utána folytatja Pál apostol. Hogy mi a célja, mi volt a célja. És egyértelműen Pál apostol azt mondja, hogy ez igazából pozitív célból történt ez a tévedés mellékfogása. Ez a nemzetekért történt ez a mellékfogása, melléfogás, mert ha nem fogta volna mellé, hát nem jött volna létre az egyház, nem jött volna létre, vagy más módon jött volna létre a nemzetek evangelizálása. Maximum prozeliták lehettek volna a pogányok, de semmiféleképpen nem Izraellel, már spirituálisan egyenrangú partnerek. Világos? És azért mondja, hogy hát tulajdonképpen a pogányoknak nincs okuk, vagy a nemzeteknek okuk a zsidókat hibáztatni, mert hát érettük történt a melléfogás, azért, hogy a üdvösség, illetve az eredeti körök kifejezés az menekülést is jelent, gyógyulást is jelent, szabadulást is jelent, tehát az ellenségnek, a sátánnak, a bűnnek, stb. Halálnak, stb. Fogságából való kijövetelt, Isten így akarta biztosítani, hogy mind a jégkorongban tudjátok, hogy nagyon sokszor az első sor, vagy a második sort is, annyira nem értek hozzá, de az első sort nagyon gyakran cserélik, ugyan azért, mert hát el kell érni a célt, a győzelmet. És Istennek a terve az volt, hogy az Izraelen keresztül az üdvösség kiterjedjen az egész nemzetre, egész világra, a nemzetekre. És Izrael annyira előre ment a nemzetekkel kapcsolatosan, hogy volt a nemzetekkel kapcsolatosan minimum 1500 éves előnye. Mert a nemzetek kikerültek a kinyilatkoztatás történetéből, mikor? Bábel után. És Ábrahámot ezért hívta el Isten Mezopotámiában, mert Isten látta, hogy a pogány kultúra egyre nagyobb távolságra, sőt ellentétbe kerül az ő tervével. És ezért kiválasztotta Isten Ábrahámot, hogy behozza, illetve folytassa, mert megvolt előtte, az úgynevezett mesiási vonalat,
ami abból állt nyilván Krisztus előtt, hogy felkészítse az érintetteket, Ábrahámnak a családját, a Mesiásnak az eljövetelére, de a profétákon keresztül már világossá tette, hogy a Mesiás által behozott üdvösség a nemzetekre is ki kell, hogy áradjon. De olyan ígéretekkel kötelezte el magát Isten Izrael felé, hogyha fölismerték volna Izraelt, akkor mondom, a nemzetekre az üdvösség nem tudott volna úgy kiáradni, az egyenlő bánásmód elve nem érvényesült volna a nemzetek és a zsidók között. Ezért le kellett ültetni őket a cserepadra, hogy a pogányok kapjanak egy esélyt a fölzárkózásra. Az 1500 éves hátrányt le tudják dolgozni, és megismerjék a kinyilatkoztatás történetét, mert látjuk az őstörténetekből, szinte egyetlen egy nemzet nem tudta megőrizni a Bibliában szereplő hiteles őstörténetét az emberiségnek. Mindegyik kis mozaikok is, magocskák benne vannak a egy-két kultúrában, a többiben meg a görögre gondolok elsősorban, meg a közel-keletire, de többiben az a köszönő viszonyban nem lehet rá ismerni a kezdetre. Tehát ezért Isten hagyta, ahogy Pál apostol mondja Lisztrába, hagyta a nemzeteket a maguk útján járni. Tehát hagyta Isten, olyan toleranciát gyakorolt a nemzetekkel kapcsolatosan, de nem volt közömbös akkor se Isten a nemzetek felé, mert mondja Pál, megáldotta őket termő idővel, tehát gazdasági áldást bocsátott rájuk, mert így akarta biztosítani Isten azt, hogy a nemzetek fönnmaradjanak. De nem voltak benne az Istennel való szövetségben. De Izrael az elmúlt, tehát Krisztusig 1500 éven keresztül olyan előnyre tetszett, hogy az Isten egyenlő bánásmódját sértette volna, és kötelezte magát, hogy a nemzeteket is meg fogja áldani. Ezért Izraelnek a, hogy mondjam, érzéktelenítésében maga az Isten újja volt benne, hogy üljetek le, várjátok meg a dolgoknak, a kinyilatkoztatásnak a kibontakozását, és megfelelő időben visszatérek hozzátok, mert nem hagylak el benneteket, mert szeretlek benneteket, csak tessék elolvasni a profétáknak a nagyon sok vigasztaló tartalmát. Ámen, dicsőség Istennek! Milyen nagy Istenünk van, micsoda nagy összefüggéseket évszázadokban, évezredekben gondolkodik Isten, és hogy valósítja meg az ő tervét. Tehát ez azért történt, hogy a különböző nemzeteknek az evangelizálása elkezdődhesse. Magyaroké, németeké, olaszoké, és ez zajlik 2000 év óta, ez az evangelizálás, és Abcselben látjátok, különböző helyeken Pál apostol figyelmeztette őket, tehát világosan látta, hogy nemzetek fele fogok fordulni. Persze ezt gondolták a kortársai, meg a honfitársai, jó is teszed, hogy nem velünk foglalkozol. De azért azt gondolom, hogy rájönnek arra, hogy kár lemondani Pál apostolról, és arról a hatalmas nagy szellemi áldásról és kincsekről, amivel az Isten megáldotta az ő testvérüket, mert újra mondom, mi a Pál apostol első definíció, az identitásnak az első definíciója? Izraelita. Mi a második? Nemzetek apostola. Hogy nemzetek apostola. Tehát hogyan tölti be a nemzetek apostola feladatot? Izraelitaként. Aki egyszerre szellemi és a nemzeti Izraelnek is a megtestesítője és hordozója. Dicsőség Istennek. Továbbá, Pál apostol elmondja tehát, hogy az ő botlásuk, tehát vagy melléfogásuk a világ számára gazdagságot jelentett, a kudarcnak is nevezi a 12. verszakban, ez a nemzetek számára szintén gazdagságot jelent, és most a történelemmel lehet ezt igazolni, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak és az evangéliumnak a megismerése, ha részleges megismerésről is beszélünk, mert a teljes evangéliumnak a megismerése és a részleges evangélium megismerése között nagy különbség van, de azt gondolom, hogy Európában elsősorban
A 4., 5., 6. századtól fogva egy részleges evangéliumot ismertek meg az ide letelepült nemzetek. De ez a részleges evangélium is, nézzétek meg, a történelem, ami könyveket olvassátok el, micsoda hatalmas nagy változásokat hozott létre az itt élő nemzetekben. A barbár korszakból emelte ki. Tudom, hogy most az őstörténetet divat fölmagasztalni, a sámánizmus divat, de minden nemzetben ez megvan, hogy magasztalják föl, de nem felel meg ez a történelmi tényeknek. Tehát a helyzet az, hogy Magyarország történetében, a germán történelemben, a germánoknak, németeknek a történetében mind a názáreti Jézus Krisztusnak a megismerése az kulcsfontosságú változás jelentett, történelmi változás jelent. Nem olyan régen elmentem, megnéztem az Armoniusnak a emlékhelyét, ugye ő verte le a rómaiakat, és úgy tájékozottam, hogy milyen kultúra volt akkor még a germánoknak, és hát most nézve, hogy micsoda változás hozott az evangélium, kemény, kegyetlen mészárlás volt, tudjátok, ott az erdőben, a germán erdőben, és hát még most is az erdőben határozottan lehet érezni a félelmet. A nyomasztó. Szóval szinte a lelki szemével látja az ember a sok hullát, akiket a fákra, ágakra fölakasztottak a rómaiaknál, és ott tartották őket éveken keresztül, hogy a rómaiakat elrettentsék, hogy ezen a vonalon tovább nem fogtok terjeszkedni. De hála Istennek, hogy ez az Úr evangéliuma azért bejött. És úgy ezt el lehet mondani szinte minden európai néppel kapcsolatosan. Vagy látjuk a 20. században, hogy micsoda változások vannak a harmadik világban. És a harmadik világban bekövetkező változásokban nem csak a nagy tőkének a bemenése és a befektetések játszottak szerepet, hanem a evangelizálások is nagy szerepet játszottak abban, hogy a nagyon sok ország sikerült kitörnie évezredek nyomorúságaiból. Dicsőség Istennek! Az evangélium az nemesíti, az olyan, mint a vad olajfá, tehát egy vad, majd rátérünk arra, bár látom az időnk nagyon megy, amikor beoltjátanak egy vadfát, és szelidé válik, és jó gyümölcsöket terem. Az evangélium ilyen. A nemzetek vad természetét megváltoztatja, és ezért nagy hiba a kereszténységnek a lerázása, még a részleges evangéliumnak a kidobásában is nagyon nagy hiba, mert az emberi természetet munkálni leginkább az evangélium tudja. Istennek a beszéde, Istennek az igéje. Erre szüksége van Magyarországnak, szüksége van Európának. Tehát nemzeteknek a gazdagságát jelenti, és Pál apostol elmondja, hogy hát nemzetek apostola, de igazából azt látja, és ez volt, látjátok, a belső motivációja és óhaja a szolgálatba, hogy úgy tudjon szolgálni a nemzetek fele, és olyan áldást tudjon közvetíteni a nemzetek számára, hogy ezt vegyék észre az ő honfitársai, testvérei, és ingerelje fel őket. Itt a felingerlés, ez megint egy olyan szenvedélyes kívánságot jelent, ami az áldásra irányul. Hogy jöjjenek rá arra, hogy valami áldás átment egy olyan közösségre, akik eredendően nem szerepeltek benne az Istennek a tervébe. Ezért borzalmas dolog, amikor a keresztények nem akarják az áldást hordani, és mindenfajta vallási ideológiával igyekeznek magukat megvédeni az áldástól. De figyelj ide, ettől egyetlen egy zsidó ember nem lesz irigy rád, hanem továbbra is azt gondolja, hogy Jézus Krisztus nélkül még most is a zsidóságon nagyobb áldás van, mint a keresztényeken. És ez a probléma. Mert a keresztények nagyon sok megváltással kapcsolatos igazságot félre értelmeztek, és a vallásos ideológiák agymosásából részesítették a tömegeket. És pontosan látjátok, hogy mi volt azért a felingerlés, tehát hogy olyan kívánságot hoz, ha már elutasították, akkor Isten olyan vágyakat akart létrehozni a népében,
amit pontosan a kereszt, az egyháznak az áldásával akart létrehozni. De addig, amíg az üldözi a kereszténység, vagy, és gyűlöli a zsidóságot, addig ne gondolják azt, hogy bárki is vágyakozik közöttük lenni, hanem inkább távol akarja tartani magát ezektől a közösségektől, mert hát látják, hogy ezek nem a áldásunkat, a fölemelkedésünket akarják előmozdítani, az emberi méltóságunkat, szabadságunknak a biztosításáért tevékenykednek, hanem tőkre akarnak tenni bennünket. Sőt, volt idő, amikor nem a kereszténység, én azt gondolom, de felelős volt a kereszténység, nyilvánvalóan már meg lehetett volna akadályozni, én felfogásom szerint, de Istenem, mit csinálok ma, mennyi vitás kérdésbe belenyúlok, mit fogok kapni ettől, de nem félek. De azt gondolom, hogy a kereszténység, ha nem mondott volna csődöt, akkor nem jött volna be a megsemmisíti, a teljes megsemmisíti ideológia a nácikkal kapcsolatosan. Ahhoz kellett, hogy az apostázia tömegméretekben 19. századtól fogva, vagy előtte már a felvilágosodott a 17. 18. századtól fogva, tömegméretű legyen Európában. És látták akkor a művelt rétegek, hogy a kereszténység gyakorlatilag nem használható, csak ilyen templomon belül, ilyen haldokló embereknek, vagy egy ilyen olcsó vigaszként használhatóak, de a társadalomnak a megreformálására, igazságos viszonyoknak a létrehozására, emberi szabadságok, jogoknak, méltóságnak a védelmére a kereszténység nem alkalmas, az ellentétést eredményezi. De szeretném hangsúlyozni, ez nem a bibliai kereszténység, és nem a zsidó kinyilatkoztatás. Ez egy eltorzult formája. Erre utaltam, amikor mondtam, hogy a történelemben a keresztény világ még nagyobb melléfogást tett, mint amiről most a Pál apostol beszél a 11. fejezetben. Ez volt a múlt, de keresjük azt, hogy hogyan lehet a rossz dolgokat helyrehozni, és elérni, hogy egy szebb jövő be kerüljenek a következő generációk, és ne kelljen keresztül menni azokon a sok-sok rossz dolgon, amit apáink, nagyapáink, elődeink átmentek, és valamiféleképpen azért mi is részesültünk ezeknek a negatív következményeiből. Tehát Pál apostol világossá teszi, hogy a szolgálatának a dicsőségének értelmezni azt, hogyha látják a római keresztényeken, látják a efézusi keresztények, látják a hídgyülekezetén, látják a különböző gyülekezeteken, hogy jé, rajtuk van Ábrahám áldása. De még nem látják az Ábrahám áldását, miért akarod te bárkit is megtéríteni? Először látni kell, hogy Ábrahám áldása megvalósul, vagy nem. És azt gondolom, hogy nagyon keveset lehetett látni ebből a történelem során. De itt az idő, hogy ezzel a tradícióval szakítsunk. Talán érzékeltetem, hogy milyen veszélyes fejezet a 11. fejezet. Nagyon veszélyes fejezet a 11. Hatalmas, kényes dolgokkal foglalkozik minden szava, minden mondata, de ne ijedjük meg a kényes kérdésektől. Higgyétek el, Pál apostol azt mondja, szívemtől kívánom Izraelnek az üdvösséget. Bárcsak lennék átkozott, csak ők kerüljenek be üdvösséggel. Tehát Pál apostol kicserélte volna, inkább azt mondja, megyek a pokolba, de népem emelkedjen, a népem megnyerje Istennek az áldásait. Ő szionista volt. Szerette népét. És ugyanakkor szerette nemzeteket. De nem kakukk tojás volt az egyházba. De hát most megint egy olyan téma ez, hogy akkor mi az egyház? Milyennek kellene lenni? Ez megint egy fogas kérdés. De menjünk tovább, Pál apostolnál maradva. Tehát összehasonlítja a következő verszakban, hogy ha az elvetésük az Izrael fiai számára a világnak lehetővé tette, hogy Jézus Krisztus keresztje által megbéküljön az atyával, akkor
a fölemeltetésük, és itt jön be először a fölemeltetés. Előtte is már utalt a teljességre, vagy a beteljesedés, a görög kifejezés, de itt van egy újabb fogalom, a fölemeltetést, ezt is jegyez meg. Az Izraelnek a fölemeltetéséről beszél, és itt egyértelmű ebből a kifejezésből, hogy ez a érzéktelenítés, ez ideglenes és átmeneti állapot, jön a fölemeltetésnek az ideje, és azt mondja, itt már utal előre Pál, nyilván valahogy a Szentlélek, tudjátok, hallja évszázadok után bekövetkező aggódalmakat is. Tehát nyugtatja a keresztényeket, nyugtatja az egyházat, a nemzeteket, hogy amikor megtörténik a fölemeltetés, akkor se fogtok rosszul járni, mert csak gondoljatok arra, hogy amikor megvolt ez a részleges érzéktelenítés, abból is jó származott nektek. És ha megtörténik a fölemeltetésük, akkor még nagyobb áldás fog rátok származni. Halálból az élet. Vagyis itt is jön egy alapfogalom a Bibliában, hogy akkoriban az apostolok a halál korszakának értelmezték a mai zajló korszakot is. Ez a halál korszaka. És értsétek meg, ezt a tény tudomásul kell venni, ezért van annyi probléma a Földön. És abba hittek az apostolok, hogy a halál korszaka után jön az élet korszaka, tehát ezt gyakran az aranykorral azonosítjuk mi, és ennek a korszakváltásnak a fő eseménye Izrael fölemeltetése. Hogy fölemeli Isten újra, beküldi a pályára őket, fölállítja őket a cserepadról, és beküldi újra őket, hogy az Istennek az üsztervében foglalják el azokat a helyeket, amiket Isten mindenkor fönntartott számukra. És ennek az kezdeti fázisában már most élünk. A kezdeti fázisát ennek a korszaknak úgy hívják, hogy modern Izrael, de újra mondom, ez csak a kezdet előkészítése annak, ami a jövőben lesz, ami legalább akkora változást hoz létre a nemzeteknek, az egyháznak, az egész világnak az állapotába, sorsába, mint a zsidóságnak a szétszóratása, a nagy számüzetése. És ne felejtsétek el, ne elfelejtettem hangsúlyozni, hogy amikor megtörtént a zsidóságnak a szétszóratása, a kereszténység elszakadt a zsidóságtól. És utána jött a kereszténység részéről a sok-sok melléfogás. És tulajdonképpen kiderül, hogy mind a kettőnek egymásra szüksége van. Ahhoz, hogy egyensúlyba tartsák egymást. Az elszakadás 70 után fokozatosan megtörtént, és voltak időszakok, amik elképesztő, mély árok voltak kettő között. Tehát ez azt jelenti, hogy egymás függetlenné lették egymástól, és az mindegyik egyensúlytévesztésbe él. Ez a judaizmus, ami most van, nem azonos Jézus Krisztus előtti judaizmussal. Ez a kereszténység, ami uralja ma a keresztény világot, nem azonos azzal, amelyek volt az első és a második században. Sokan ezzel nem értenek egyet, de hát tessék megnézni a tényeket. Jobb, hogyha ezeket a vallásos vagy civilizációs, alaptalan, hamis megrözöttségeket félretesszük, mert látjuk, hogy már formálódik az új korszak, és én a következő világméretű univerzális rendszerváltásnak nem vesztese akarok lenni, hanem nyertese, és azért beszélek róla, hogy erre készüljetek föl, hogy ne vesztesek legyetek, hanem nyertesei legyetek ennek a kornak. Tekintettel arra, ugye, hogy jön egy következő rész, ami a figyelmeztetés a keresztényeknek, hogy ne kevékedjenek, ne fuvalkodjanak föl, mert megtörtént ugye két szimbólumot használ itt most Pál apostol, hogy illusztráljon egy hatalmas nagy igazságot, ami meghatározta az elmúlt 2000 éves világtörténelmet, a szelidolajfával és a vadolajfával illusztrálja ezt, és ennek az egymás közötti viszonyával, de sajnálatos módon lejárt a műsor időnk, úgyhogy elbúcsúzunk a kedves nézőktől. Mennyi atyánk, a názeti Jézus Krisztus nevében köszönöm az Istennek a beszédét, köszönöm a kinyilatkoztatást, és az a kérésem, hogy a kedves televízió nézőket érintsd meg,
és adjál a szellemükben kívánságot, vágyat, hogy tanulmányozzák a Bibliát, és megértsék azt, amit te elterveztél a nemzetekkel, egyházzal és Izraellel kapcsolatosan, hogy ne szembe menjenek veled, hanem megbéküljenek, és a te ügyedet szolgálják a Jézus Krisztus nevében. Amen. Viszontlátásra, legközelebb találkozunk.